Budapest saját maga készítette ételekkel és meleg vízzel óvja egészségét. Pökornéli 5:47. A csinos színésznő nem is lehet észrevenni, de nem is olyan rég még elhúzódó hangszál problémák keserítették az életét és a gyógyulásához életmódváltásra volt szüksége, amit számos elfoglaltsága mellett is szigorúan tart. Legújabb darabja, a Tökéletlenek bemutatóján mesélt arról, hogy a komoly szellemi kihívást jelentő szerepek mellett milyen módon őrzi egészségét. Lil elárulta, az ájurvédikus diéta és a meleg víz segít neki, jó ideje tartom ezt az életmódot, amelynek egyik alapja, hogy mindig meleg folyadékot kell fogyasztanom. Megvan természetesen, hogy milyen teákat ihatok, de ha más nincs, akkor szimplán csak meleg vizet fogyasztok. A színpadra is mindig bekészítem a jó kis meleg vizeimet, most is van nálam egy termosznyi, súgta meg a vasárnapi Blicknek Pökornéli, aki hosszabb ideig küzdött súlyos hangszálgyulladással. A gyógyulásért hangképző tanárhoz is kellett járnia, de szüksége volt az ájurvédikus módszerre is. A meleg víz és a teák mellett a színésznő fontosnak tartja a saját maga által készített ételek fogyasztását. Komoly változást igényel az ember életében az ilyesmi, főleg olyan napirend mellett, mint az enyém, de úgy osztom be a dolgokat, hogy magam főzzek, kenyeret süssek, sajtot készítsek. Ha úgy alakul, akár este, a színház után is belefogok, mesélteli ő, aki 2019-ben is rengeteg munkát vállal, amelyek komoly kihívások elé állítják. Van néhány nagyon jó, de egyben fárasztó szerepem, ilyen a Tökéletlenek cla ireje is. Tulajdonképpen az egész darab egy nyomozás, Claire pont úgy ismeri meg a dolgokat, mint a nézők. Észveszejtő az egész. Néha azt érzem, mintha fizikai fájdalom lenne az agyam két felében, mintha szét akarna szakadni. Különös figyelmet igényel az egész előadás alatt, amitől teljesen kimerül az ember agya. Hónapokig küzdött a hangjáért, jó néhány előadást le kellett mondani a korábban Pökornéliának, ugyanis képtelen volt megszólalni a hangszálait érintő betegsége miatt. Ödémák és ciszták alakultak ki, először úgy tűnt, műtétre is szükség lesz. Foniáter szakember segített neki a felépülésben, különleges diétáját pedig azóta is szigorúan tartja.